Csak ugyan. A Józsefváros Újság podcastja. Körbejárjuk azt, ami csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Bendl Vera vagyok, ez pedig a Csak Ugyan. Mai témánk a naptánc, az izzasztó kunyhók és az ősi sámanisztikus tradíciók világunkban való egyre intenzívebb jelenléte lesz. A naptánc a síkföldi indiánok egy beavató tisztító szertartása, amely hosszú előkészületet igényel a résztvevőktől, és amelynek során a beavatandók 4 teljes napon át böjtölnek, nem esznek, nem isznak, nem alszanak, folyamatosan táncolnak egy oszlop körül, a szertartás végén pedig az arra jelentkezőknek fapöcköket szúrnak át a mellbimbójuk feletti részen, ezen keresztül kötik őket a középső oszlophoz, és a táncosok addig táncolnak az oszlop körül így, amíg ki nem tépik a zsinort, ezzel kitépve a húsukból is egy darabot. A szertartás persze ennél sokkal összetettebb, erről fogunk majd beszélgetni, és ha valaki nem tudna erről, Magyarországon is megvalósítják, részt lehet benne venni, és ezt sokan meg is teszik. Lipták Boglárka, képzésben lévő integrált tanácsadó, izzasztó kunyhószertartás vezető a mai vendégem, aki maga is nemrég vett részt egy szertartáson, szóval alig várom, hogy megtudhassam a részleteket. Azt is körül fogjuk járni, hogy miért is van igény egy ilyen tőlünk látszólag teljesen távoli szertartásra ma Magyarországon, és mi az oka az elképesztő érdeklődésnek manapság a sámánok, az ősi dél- és észak-amerikai kultúrák teljesen máshonnan fakadó bölcsessége iránt. Szia, Bogi! Szeretettel üdvözlünk a stúdióban. Szia, Vera! Köszönöm szépen a meghívást. Én most eléggé rezümében foglaltam össze azt, amit a naptáncról összeolvastam több helyről, és eleve kihagytam részleteket. Például ugye a leírások szerint van egy sasfészek is ebben a szertartásban, meg szentasszonyok is szerepelnek, de hogy ennek a részleteit nyilván te jobban tudod, szóval szeretnélek megkérni, hogy írd le pontosabban, hogy ez hogyan is néz ki, mondjuk ma Magyarországon, és hogy pontosan melyik kultúrából származik, és hogyan maradt fenn ez a tudás, ez a naptánc. Gyakorlatilag Magyarországon több naptánccal is találkozhatunk. Ami jelen van, az két nagy csoport, gyakorlatilag akik hagyományosan az indián tradíciókat követik. Mind a kettő lakota indítatású, vagy hát a lakotáktól kapott oltár és szertartás struktúrában. Hát észak-amerikai indiánok. Észak-amerikai indiánok. A lakoták South Dakotában, Dél-Dakotában laknak, és egészen pontosan azok a rezervátumok, amik itt szóba jöhetnek, akiktől kaptuk ezeket a szertartásokat, az a Pine Ridge-i rezervátum, illetve a Rosebud-i rezervátum. Volt egy mondatod azzal kapcsolatban, hogy egy oszlop körül táncolnak. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy ez nem egy oszlop, hanem az a szertartásunknak a szíve és az életfája. Az egész szertartásunkért gyakorlatilag egy fa adja az életét, aki voluntari, tehát hogy ő a szertartás vezetőnk általában sétál a lehetséges területen, ahol megszólíthatja őt egy fa, azzal az intencióval, azzal a szándékkal szólítja meg a szertartás vezetőnket, hogy ő szeretne ebben a szertartásban részt venni, és az életét szeretné adni azért, hogy mi utána egészségben, boldogságban és növekedésben élhessünk. Ez a három szó egyébként teljesen keretezi kvázi az egész szertartásunkat. Egészség, boldogság, növekedés, és az összes szertartáson, ami a naptánchoz kapcsolódik, megjelenik. De bocs, belevágok, csak ez hogy néz ki, hogy egy fa megszólítja a szertartás vezetőt? Igen, ez egy jó kérdés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván nem egy szavakkal hallható beszélgetésről van szó, hanem a szertartás vezetőnek olyan tudatossága, olyan érzékenysége van már, nem véletlenül ő a mi szertartásvezetőnk, hogy azokat a szubtilis kommunikációkat, amit a növények lelke tud az irányunkba tenni,
arra ők már érzékenyek, és ez lehet egy szellő, lehet egy levélrezgés, és a szertartásvezető érzi, hallja, az ő lelkében gyakorlatilag, és a tudatában megjelenik a felkérése a fának, hogy ő szeretne vállalkozni erre. Tehát ez nehéz eléggé szavakba önteni. Igen, tehát ugye nyugati elmével ez nagyjából érthetetlen, azt gondolom. Absztrakt. Tehát, hogy valaki ilyen módon kommunikál növényekkel, akik szeretnének kommunikálni vele, ez úgy a gyűrűk ura, ami az eszembe jut, mert ott vannak ilyen erdők, akik beszélnek. Például, igen. Talán fontos megemlíteni azt, hogy mindennek van tudatossága és lelke ebben a hitrendszerben. Így a kommunikáció is, vagy a kapcsolódás is sokkal inkább relevánsabb és megfoghatóbb, ha eleve egy másik perspektívából nézzük. Mert jelenleg ugye azt gondoljuk, hogy igazából tudatossággal, azzal a fajta tudatossággal, amivel mi emberek működünk, az kizárólag a számunkra elérhető. És ugye ez egy teljesen más szemlélet az indián kultúrában, hogy a kövek minket tudnak tanítani, a fák tudnak velünk beszélgetni, adott esetben az életüket számunkra feláldozni. És akkor a naptáncra visszatérve, tehát, hogy ugye ott tartottunk, hogy valamilyen módon kiválasztja a szertartásvezető azt a fát, amelyik az életét szeretné adni a szertartásunkért, igen. És hogy miért csináljuk ezt a szertartást, ez is nagyon fontos. Gyakorlatilag az egész szertartás egy ima. És itt nem katolikus vagy keresztény Jézushoz vagy Istenhez imádkozunk, mindenki ahhoz imádkozik egyébként, akihez szeretne. Tehát egy nagyon érdekes része ennek a szertartásnak az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen hitrendszerrel rendelkezel, honnan jössz, lehetsz buddhista, lehetsz katolikus, lehetsz zsidó, lehetsz muzulmán, imádkozol oda, ahova szeretnél, és lehetsz teljesen ateista is, hiszen nem szükséges, hogy kvázi Istenben higgyél, bár azért ott lenne egy picike ellentét, hiszen a spirit világban meg hiszel, tehát ha ezt a szertartást végzed, akkor többnyire hiszel a spirit világban, ott meg már van spiritualitás, tehát az Isten tagadás az így ilyen formában nem tud működni. A spirit világban hinni az azt jelenti, hogy hát igen, spirit szellemek, tehát, hogy ezeknek a létezését valamilyen szinten elismered. Nem, igen, vagy? Igen, és akkor talán itt a spirit szellemeknél is megállhatunk egy pillanatra, mert mi megkülönböztetünk spiriteket és szellemeket is. Ami a kettő között az a különbség, hogy a spiritek azok a lények, azok az entitások, akiknek soha nem volt fizikai teste. Tehát ők csak itt vannak a mi dimenziónkban, segítenek minket, irányt mutatnak, tanítanak, de ők soha nem léteztek emberi testben. A szellemek, ők léteztek emberi testben. És ha szellemekről beszélünk, akkor végülis beszélhetünk szellemekről, akik támogatnak minket, akik azért maradtak itt, mert valakinek szüksége volt rájuk, illetve beszélhetünk olyan szellemekről, akik el vannak tévedve, és nem tudják, hogy éppen melyik dimenzióban vannak. Többnyire minket azért a spirit világ támogat, és ezen a szertartáson ez egy nagyon fontos momentum, mi hívjuk őket, hogy támogassuk. Azon a naptáncon, amit én követek, ez egy Oglala Lakota naptánc, amit Tobias Hendricks hozott át Európába, és Alice Chips volt az ő édesapja, vagy nem édesapja, hanem befogadott Lakota apukája, aki őt örökbe fogadta és adta át ezt a tudást Tobiasnak, ami eléggé különleges, hiszen európaiként nagyon kevés ilyen szertartásvezető van, aki ilyen áldással rendelkezik az őslakosok által. Tehát a mi szertartásunkat 405 spirit támogatja. Amikor elindul a szertartás, mi ezt a 405 spiritet kvázi behívjuk ennek a... De hogy ez erről van egy lista, vagy ezt honnan lehet tudni?
Mármint, hogy a 400 spiritről. Igen, hogy tudjuk, hogy ki ez a 405, vagy milyen spirit, vagy bocs, hogy ilyeneket kérdezek, csak hogy teljesen próbálom jogos. Lehozni arra. Teljesen jogos, de tud ez nagyon elrugaszkodott lenni így a földtől. Nincs róla lista nyilván, ez megint egy ilyen transzcendens érzékelésről szól. Nem is, tehát mondjuk kvázi ilyen halandók, mint én nem feltétlenül érzékelem a 405 spirit jelenlétét. Néhányat már ismerek, néhányat tudok érzékelni, viszont a mi szertartás vezetőnk, vagy a szertartás vezetőink, ők pontosan tudják, hogy melyik az a 405 spirit, és ők ismerik is őket. Milyen jellegűek ezek a spiritek? Tudsz egy picit közelebbit mondani erről? Igen. Abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy a mi tanítónk képes ezeket a spiriteket fényformájában megjeleníteni. Azáltal, hogy ő az egy részét az életenergiájának akkor, amikor mondjuk egy kunyhót vezet, átad, mondjuk ez nem egy komolyabb felajánlás az ő részéről, és ez egy ilyen oda-vissza működő energia, tehát ő nem veszíti el ezt az energiát. És akkor beülünk az izzasztó kunyhóba, ami egyébként teljesen sötét, tehát hogy semmit nem látsz, maximum az izzóköveket látod. A szertartás során, az ima körben megjelennek, illetve hát az, hogy melyik körben jelennek meg, az elég relatív és eléggé individuális. Fényformájában színes fénypontocskák cikáznak és futnak a kunyhóban. Tehát így tudnak ők megjelenni. De akkor mindenkinek megjelennek? Vagy mindenkinek. Hát, vagy most oké, értem, hogy nehéz. Olyan szinten, tehát hogy mindenkinek megvan a lehetősége az ő látásukra. Attól függően, hogy éppen milyen lelki állapotban vagy, mennyire vagy jelen, mennyire vagy nyitott, annak függvényében több vagy kevesebb fénypontocskát láthatsz, igen. Ezt leginkább a kunyhóban. Ha visszatérünk a naptáncra, ugye ami kettő nagyon erőteljesen kapcsolódik, hiszen egy naptánc során, amit mi végzünk, mert érdemes azt is megemlíteni, hogy a struktúra a naptáncok során nagyon hasonló, de vannak családok és törzsek közötti eltérések, tehát hogy attól függően, hogy éppen mely területen vagyunk, Észak-Amerikában vagy Dél-Amerikában, nagyon sok apró nüansz tud változni a szertartás tekintetében, de hogy kunyhózik mindenki, az biztos. És igen, ez is a kunyhó szerepét sem tisztáztuk hallgatók számára, de igen. Szerencsére így lassanként bomlik ki, hogy mi történik, úgyhogy tök jó. És akkor, hogyha itt már a kunyhóknál vagyunk, ugye van, a szertartás az nagyjából 9 napot ölel föl, ami azt jelenti, hogy 4 tisztító nappal kezdünk, ahol reggel, este erős izzasztó kunyhókkal tisztítjuk meg a tudatunkat, a fizikai testünket, a lelkünket, arra, hogy teljes mértékben felkészüljünk, hogy be tudjunk lépni a szertartás térbe, amit árbornak hívunk. És a szertartás tér az gyakorlatilag azt jelenti, hogy van középen az életfája, aki adta az életét a szertartásért, illetve a mi esetünkben kőkörök vannak a fa körül, 4 darab kőkör. Nekünk az a szerepe ezeknek a köveknek, hogy segítenek minket a spiriteknek a bevonzásában, és a spiriteknek felajánlás gyakorlatilag azok a kőkörök, és minden részének, ennek a körnek is van jelentősége, hogy miért olyan színű, éppen mit jelent, más energiákat teremtenek a köröknek a különböző részei. És akkor visszatérve, hogy hogyan lehet mondjuk a spiritekkel találkozni egy naptánc során, amikor nem az izzasztó kunyhóban vagy, többnyire látni, érzékelni a spiritvilágot az éjszakai táncok során lehet. Ugye mondtad azt is, hogy nem állnak meg a táncosok, tehát 4 napon keresztül táncolnak az életfája körül. Ezt is annyiban finomítanám, hogy például a mi tradíciónkban úgy néz ki, hogy reggel 6-kor megyünk ki az első táncra, és egy tánc,
az körülbelül olyan 20 perctől 40 percig tarthat. Van, amikor azért ez egy kicsit hosszabb, ritka alkalmak esetében, de nagyjából így ez az intervallum. És ebből van általában 8-9 nekünk egy nap, tehát 8-9 körünk, de ez is változhat, fölmehet akár 11-re, de 8 az mindenképp, 8 körünk mindenképp van. És az esti tánc az a második napon kezdődik meg. Második nap éjfél előtt kimegyünk egy ilyen 20 perces körre, illetve éjfél után. És ezek a pillanatok azok, amikor rengeteg mindent lehet látni, és itt már nem csak fényeket lehet látni, nem csak pontocskákat lehet látni, hanem nagyon sok mindent. Ez pedig nagyon individuális, hogy ki mit lát, ki mennyire nyitott, ki mennyire kapcsolódik. De hogyha visszatérünk a felkészülésre, ugye azt mondtad, hogy az egy sok izasztó kunyhóból áll, amit én úgy képzelek, hogy egy ilyen házi készítésű szauna, vagy valami ez hasonló, de nyugodtan, nyilván javíts ki, megmondd el, hogy micsoda. És ott még van evés-ivás az első négy napban? Igen. Uh-huh. Szóval az első négy napban igazából bőségesen próbálunk enni és inni. Próbálunk tudatosan olyan ételekkel készülni, hogy támogassa a testünket, hogy utána azt a négy nap böjtöt és azt a táncot, ami azért egy kardió mozgásnak is egészen jó lenne, hogy ezt bírjuk. És akkor gyakorlatilag az ötödik nap, amikor kiválasztjuk a fát, illetve már kiválasztottuk előtte 3 hónappal a fát, de akkor vágjuk ki a fát, és akkor rakjuk be a szertartástér közepére. Hogyha ez nem az első naptáncunk, mert általában nem egy naptánc van, de valahogy el kell kezdeni, tehát az első alkalommal nyilván beállítjuk az első fát, viszont hogyha már ez egy folyamatos tánc, amit évente egyszer táncolunk gyakorlatilag, akkor van egy szertartása annak, hogy a régi fát kivesszük a helyéről, azt szertartás keretein belül elköszönünk tőle, egy szent tűzben elégetjük, illetve aki szeretne mondjuk hazavinni ebből a szakrális tárgyból otthon, és ezt az energiát szeretné magával vinni, akkor kaphat egy darabot a fából, és van a másik, a következő szertartásunk, amikor a fát kivágjuk, ez is egy nagyon szép és nagyon erős szertartás, tehát maga csak a fának a kivágása, és utána, amikor a fát kivágtuk, akkor a szertartás táncosai, illetve gyakorlatilag az egész közösség, akik megjelennek egy ilyen szertartáson, a vállunkon visszük és állítjuk be az árbor közepére, a szertartástérbe az új fát. És utána kezdődik meg másnap reggel 6-kor a 4 napig. Nem eszünk. Talán annyiban szintén javítanám a kifejezést, hogy a mi tradíciónkban mi kapunk vizet, folytatjuk a kunyhókat, ahogy beértünk az árborba, és elkezdődik gyakorlatilag a 6. napon, igen, a 6. napon a tánc. Reggel egy tisztító kunyhóval kezdünk, ami inkább felmelegítő kunyhó, mint tisztító kunyhó. Egykörös, tehát bemegyünk, általában 5 kő van, vagy még maximum 6, tehát hogy egy attól függ, hogy a külső hőmérséklet milyen kint, de semmiképp nem arról szól, hogy nagyon megizzadjunk. Ez egy inkább energizáló, felmelegítő kunyhó, ahol reggel kapunk egy bölény szarnyi vizet, ami körülbelül olyan 3 deci lehet, és este kapunk 2 szarnyit, szóval, hogy ez meg olyan 6 deci lehet. Viszont a mi tradíciónkban, hogyha nagyon-nagyon erős a nap, mert azért itt Magyarországon elég intenzív kánikulák lehetnek, akkor attól függően, hogy milyen intenzív hatása van a külső időjárásnak,
esetleg kapunk több vizet, vagy egy úgynevezett szarvas medicint, ami vadoregánó, és hogy segítsen minket abban, hogy bírjuk ezt a kihívást. Vannak olyan tradíciók, például Magyarországon, ugye említettem a két lakóta naptáncot, de van egy magyar naptánc is, és hogyha jól tudom, a magyar naptáncon ott nem isznak egyáltalán, ott nem kapnak vizet, de ebben nem vagyok 100% biztos. Azt tudom, hogy a bulgár naptáncokon ott biztos, hogy nem ihatnak. És ennek nincsen komoly egészségügyi kockázata, még így is, hogy isztok? Tehát, hogy azért 3 napon keresztül... Nincs. Maga a vízmennyiség, amit kapunk, az pontosan elég ahhoz, hogy semmilyen fiziológiai negatív hatása a szervezetünkre ne történjen. És a bolyt és a csökkentett víznek a plusz a mozgás, amit végzünk, plusz a doboknak a hangja, a szakrális dalok, amiket énekelnek, beindít egy nagyon komoly öngyógyítási folyamatot. Hogyha saját történetemet szeretném megosztani, nekem nagyon erős menstruációs fájdalmaim voltak, konkrétan a 10 nosba nem segített egy nap, és mondjuk az első 2 napban ez így nézett ki. Szóval, hogy a 10 nospával sem tudtam semmit se csinálni. Mm. Tehát, hogy az a 2 nap, ahogy arra semmit nem lehetett tervezni, tehát még egy mosogatást sem. Tehát ez nekem egy ilyen kieső napok voltak, fájdalommal megspékelve, és ehhez járt egy nagyon intenzív hányás, és hasmenés is. Tehát egy nagyon extrém állapotom volt. Amikor csak elmondtam ezt a házi orvosomnak, egyből egy ilyen ránézésre ajánlott egy endometriózis diagnózist, viszont mivel naptáncolni mentem, ebben a diagnózistól, tehát a nem megalapozott diagnózistól a naptáncig összesen 10 napon volt, szóval nem volt igazából lehetőségem egy plusz nőgyógyásznak a véleményét kikérni. Viszont arra volt időm, hogy bejelentkezzek a naptánc utára egy nőgyógyászhoz, és konkrétan semmilyen fájdalmam nincsen. Tehát, hogy azóta 2 alkalommal volt menstruációm, 0 fájdalom, 1 darab tablettát nem vettem be, és a nőgyógyász semmilyen eltérést nem talál. Tehát olyan intenzív, öngyógyító folyamat indul be magától a bőjtől, attól, hogy semmi másra nem fókuszálunk csak az egészség, boldogság, növekedés imánkra, és teljes mértékben egy átszellemült transz állapotban vagyunk gyakorlatilag 4 napig. A nem alvás az elméletileg igaz is, meg nem is. Tehát nincs egy összefüggő 4-5 óra vagy 6 óra alvása lehetőségünk, mert ugye az éjszakai tánc az valamikor 1 óra körül fejeződik be, és ugye reggel 6-kor már kint vagyunk, táncolunk, előtte meg még van egy izzasztó kunyhunk, szóval, hogy van ott egy 4 órán körülbelül a leghosszabb idő, amit aludhatunk. Viszont mondjuk én nem aludtam. Tehát, hogy én 4 napig egyáltalán nem aludtam, mert maga a tánc, illetve az alvás között egy ilyen nagyon érdekes, tehát nem különült el az ébrenlét, illetve az álom állapota. Mm. Ami nagyon érdekes volt, mert hogy azt gondoltam, hogy elképesztően fáradt leszek, és rengeteg energiám fog erre elmenni, hogy nem iszunk, nem eszünk, és mellette táncolok. Rengeteg energiát adott maga a szertartás, és a szertartás tér, és nem úgy jöttem ki a szertartás végén, hogy nagyon fáradt vagyok, és nem adjátok ide az ágyat, és pihenjünk, hanem tele voltam energiával.
Hozzáteszem, hogy nagyon erős problémám volt azzal is a szertartás előtt, hogy rengeteg kávét kellett inni, vagy valamilyen kardiogyakorlatokat kellett csinálni, tehát hogy volt valami erőteljes fizikai problémám, ami nagyon erős fáradtságot okozott, és minden reggel ez a nagyon fáradtan, nagyon nehezen keltem, ami szintén teljes mértékben megváltozott, tehát hogy tele vagyok energiával, 6 óra, 7 óra alvás tökéletesen elegendő ahhoz, hogy kipihenten, pozitívan és energikusan tudjam a napjaimat tölteni. Tehát, hogy fantasztikus hatása van. Uh-huh. Még azt akartam így közbevetni az ördögügyvédjeként, de ez még a saját történeted előtt volt, mert nyilván azt így semmilyen szinten eszembe se jut kétségbe vonni, csak hogy a spiritek látásáról beszéltél. És akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy de hát ha az ember nem iszik nagyon, vagy iszik valamennyit, nem eszik, táncol, nem alszik, akkor mindenképpen egy olyan állapotba kerül, hogy valamit látni fog. Tehát, hogy így, és úgy képzelem, hogy jó, igen, már az embernek gyereke van, akkor is sok mindent lát, amikor nem alszik sokat. De hogy most tényleg ettől eltekintve, igen, ez jutott eszembe, hogy ez eleve egy olyan transz állapotba hoz, csak ez a fizikai kihívás, vagy fizikai állapot, hogy valami az ember elméjével történik. Az a kérdés, hogy hogyan értékeljük. Igen. Nagyon jó a kérdés. És akkor megint behoznék saját élményt, már talán az a legrelevánsabb. Nekem ez volt a harmadik naptáncom, ami júniusban volt. Az elsőn én csak résztvevőként és támogatóként vettem részt, ami azt jelenti, hogy végig ettem, ittam. Sőt, volt olyan rész, amikor holdba voltam, mi a menstruációt holdnak nevezzük így ebben a körben. Ami azt jelenti, hogy jóval távolabb vagy a szertartástértől, mert a holdban lévő nő egy ellentétes energiával, egy földelő energiával rendelkezik, aki támogatja kvázi nagyon erőteljesen a teret, de le is tudja ezeket a spirituális csatornákat zárni, szóval emiatt van egy bizonyos távolság a táncosok a szertartástér meg a holdban lévő nők között. És ez azért fontos, mert az én élményeim, amiket láttam, azok ebben az időszakban voltak. És ahhoz képest kétszer táncoltam már, kétszer voltam az árborban, hiszen ez egy olyan élmény volt, ami így teljesen megváltoztatta az életemet. Tehát, hogy egyszerűen én nagyon-nagyon racionalista vagyok. Tehát, hogy tudni kell. Igen. Első látásra, mert hogy rögtön ebbe belevágtunk ebbe a beszélgetésbe, ez nem látszik. Viszont én tényleg nagyon racionalista vagyok, én a hiszem, ha látom. Tehát, hogy indultam egy vegyészmérnöki karról. Jó, vegyész vagy. Nem fejeztem be, aztán közgazdaságtan tanultam. Ugye arról nem beszéltünk, hogy a spirituális és lélekgondozás mellett nekem van egy nagyon erős üzleti oldalam, tehát, hogy két lábbal állok a földön, és nagyon... Céget vezetsz? Konkrétan igen. Mivel foglalkozik a céget, csak így? Szóval még az a cég, akit fogok vezetni, az nem alakult meg, hanem jelenleg egy megújuló energián termelő szolgáltató cégnek vagyok a stratégiai tanácsadója, ami Németországban működik, és... annak a tulajdonosa szeretne Magyarországon indulni különböző vállalkozásokkal, és ezeknek leszek majd a vezetője itt Magyarországon, és ezt készítjük elő az elmúlt egy évben, illetve amíg a magyarországi lányvállalat még nem fut, addig támogatom a németországi anyavállalatot. Ez tök jó, hogy megtudtuk róla, de ez nagyon érdekes. És a tanítómról is érdemes azt tudni, Tobias Heinrichsről, hogy ahhoz képest, hogy ő egy... nagyon extrém spirituális képességekkel rendelkező tudásőrző medicínmen és tanító. Neki vállalkozása volt, és igazából családállítással dolgozott. Különböző nagyvállalatoknál végeztek rendszer és családállítást, és így fejlesztették a menedzsmentet, meg a csapatot, illetve Hellinger-féle. Hellinger-féle, igen. Szóval
Nekem nagyon fontos az, hogy nem könnyen lehet engem bevonzani ebben az ezoterikus különböző dimenziók, meg nem tudom, milyen olyan entitások, meg ilyenkor igen, mindig... Igen, ez eddig nem derült ki, tehát igen. Érdekes, ahogy mondod, mert hogy annyira belevágtunk ebbe, hogy hát nem csak ezért tettem fel ezeket a nagyon földi kérdéseket, de hogy igen, valahogy közelíteni próbáltam a Józsefváros újságot, meg a telátásmódodat, igen. Igen, én azt gondolom, hogy ezért, tehát én azt gondolom, hogy mindannyian spirituálisak vagyunk, csak az, hogy milyen mértékben vagyunk jelen, milyen mértékben kapcsolódunk ahhoz, ami körülöttünk van, az attól is függ, hogy a mindennapoknak a terhe, a sok feladat, a kihívások, a város, hogy a rezgésünket milyen szinten tudja lezárni. Tehát minél inkább benne vagyunk ebbe a mindennapos mókuskerékbe, ebbe a versenyhelyzetbe, és kizárólag ez hozza, vagy határozza meg az életünket, akkor nem fogunk az intuíciónkra odafigyelni, nem fogjuk tudni érteni azt, hogy honnan jönnek a tanítások, mik azok, amik számunkra fontosak, a kudarcokat, kudarcoknak, nehézségeknek fogjuk tekinteni, és nem lehetőségeknek. És ami nekem például ez az út nagyon sokat hozott, a tudatosságomat segítette leginkább kitisztázni. Szóval, hogy nem imádkozunk és nem kérjük a spiriteknek a segítségét olyan dolgokért, ami az én kontrollomban van. Tehát az, hogy mi az, amit én magam, ha megemelem a mindenemet és elindulok, és meg tudok valósítani, az az én feladatom, és ezt nekem kell megcsinálni. És azok a dolgok, ami felett nincsen kontrollom, tehát, hogy ha akarom, ha nem, az lesz, ami lesz. Tehát nem tudom az időjárást kontrollálni, nem tudom az embereket kontrollálni, nem tudom az emberek reakcióit kontrollálni arra, ami velem van. Amit tudok kontrollálni, a saját reakcióim a különböző helyzetekre, illetve azt, hogy felismerni, hogy éppen én... Tehát, hogy hol vannak azok a határok, amiket én meg tudok még tenni, és azokat meg is teszem. És amit nem tudok megtenni, ami nem az én kontrollomban van, azért meg imádkozom. Szóval, hogy azt gondolom, hogy sokan, akik elkezdenek ezen az úton járni, van először talán egy ilyen érdekessége, legalábbis a mi közösségünknek, hogy nem egy ilyen ezó-spiritársaság vagyunk. Mert hogyha ha valamit, tehát hogy nem várunk arra, hogy megtörténjen a csoda, hanem elkezdjük megteremteni. A közösségetek az mit jelent egyébként? Hogy ez milyen közösség, vagy mi köré épülő közösség? A naptánc köré. Ez most a naptánc közösség volt, csak én nem tudtam. Igen, a naptánc közössége. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Emlékszem, már hogy új helyünk lett, és a tulajdonos, amikor megérkeztek a többiek, és megérkeztünk egy ilyen 30-valahányan így az első nap, körülbelül 50-en pluszosan voltunk a szertartáson, akkor így mondta, hogy hát ez fantasztikus, hát nem egy ilyen ezó-spiri társaság. Mondom, hogy nem. De ne aggódj, és ne jegy meg, hogyha a fákkal látod beszélgetni előfordul. Az embereket, ilyen előfordulhat. Mondta, hogy ez belefér. Tehát, hogy ezért tudni kell a helyről, ahol mi naptáncolunk, hogy ott van tai chi, hogy ott van jogás csapat. Mi ez a Mátra? Nem, Kisnyalka, tehát ez nem titok. Pannonhalma mellett. Szóval, hogy maga a hely fogad folyamatosan különböző csoportokat, akik abba a kategóriába estek, hogy ezó spiri, uh-huh. De ők nem beszélgetnek spiritekkel, meg fákkal, meg hívogatják a spirit világot, megjelenítik meg, és látomásaik vannak, és hasonlók.
nekünk vannak, viszont látszólag nagyon normális embereknek nézünk ki. Szóval, hogy erre mindenkinek megvan a képessége igazából, hogy lásson, és halljon, és érezzen. A kérdés az, hogy mennyire van önmagával egyensúlyban, és mennyire van az ő lelkével kapcsolatban, hogy láthassa és hallhassa ezeket a segítőket, vagy információ. Nyilván nagyon sok kérdés felmerül, de hogy ugye volt a naptánc végén ez a mellkasból kitépéses dolog. Ez konkrétan hogy néz ki? Tényleg, ugye elsőre nyilván annak, aki nem hallott róla, nekem is ez ilyen nagyon durvának számít, de hogy igen, ez valóban így néz ki, mi a célja ennek, vagy mert nyilván ennek kell legyen valami mély célja. Amikor először nekem a naptáncról meséltek, akkor teljes extázisban voltam addig a pontig, ameddig meg nem hallottam, hogy a férfiak piercingelnek. Szóval, hogy... A nők nem? A nők is, de majd okay. Térjünk erre vissza. Szóval, hogy maga a része, hogy a nap, hogy nem eszünk, nem iszunk, és böjtölünk, és táncolunk, és ennél szebb szertartás a világon nincs. És akkor jött az, hogy ezt a pici botocskát ide a mellkasába a férfiaknak beékelik, vagy hát a bőr alá, tehát nem egy nagyon mély... Ja, mondjuk ez jó, mert én valahol azt olvastam, hogy az izomba, ami nem, ez sokkal rosszabbul hangzik, mint ugye egy bőr... Bőr alá szúrják be ezt a pici botocskát, vagy csontot tradíciótól függően, és imádkozik a férfi, és kiszakítja, hát így kapaszkodtam, és majdnem leestem a székről, hogy elég vizuális vagyok, meg érzékeny, és így el is képzeltem, és hogy úristen, tehát, hogy ez miért? És hát viszonylag gyorsan választ kaptam, ami meg elképesztően megérintett. Első körben fontos említeni azt, hogy a lakotáknak az egyetlen egy dolog, amit ők a sajátjuknak tekintik, az a húsuk és a vérük. Tehát mindent ők úgy tekintenek, hogy azt ajándékba vagy kölcsönbe kaptuk, de nem a miénk. És ha valamiből igazából áldozni szeretnénk és adni, akkor abból adjunk, ami a miénk. És egyetlen egy dolog a miénk, a húsunk és a vérünk. Úgyhogy ez az alapkoncepció, hogy ez egy felajánlás, tehát, hogy ez nem kötelező egyébként. Tehát a naptáncon résztvevő férfiak és nők számára ez egy plusz lehetőség erősíteni egy olyan imát, amiért táncolsz. És ami a legszebb része, hogyha férfiakról beszélünk, és tradicionálisan nagyon sok oka volt, többek között ez is egy ok. Az egyik ok régen az volt adott esetben, hogy az ellenségnek így szalutáltak, tehát így tisztelték meg az ellenséget, hogy azért, hogy ők majd a harcban le tudják győzni az ellenséget, már ők feláldozzák egy részét a húsuknak és a vérüknek azért, hogy az ellenség utána majd az ő vérét adja a sikeres csatánál. De ami engem a leginkább megfogott, az az, hogy a férfiaknak ez a beavatás, és ez az édesanyjuk és a párjuk fele az a szolidaritás, amit ők soha nem élnek meg, hiszen ők nem szülnek. Szóval az édesanyjuk húsát és vérét adja, vagy az édesanyák húsukat és vérüket adják a gyermekért, és utána a férfinak a felesége pedig ugyanezt teszi a közös gyermekükért, viszont ő, mint férfi, ő soha nem részesül ebben a nagyon erős beavatásba, ahol egy életért a húsát és a vérét adhatná. És azért, hogy ő is szolidaritást vállaljon az édesanyjával, illetve a párjával, ez az egyik jelentősége a piercingnek, illetve nagyon transformatív hatása van, tehát, hogy fontos megemlíteni azt, hogy ha megnyitjuk a bőrünket, tehát, hogy
hogy akkor ott kinyílik nem csak a felszín. Tehát, hogy ez nem csak egy fizikális megnyílás, hanem gyakorlatilag az érzelmi. Tehát, hogyha vissza is akarom a fizikai síkra vezetni, ugye minden egyes alkalommal, amikor van egy érzelmünk, akkor van egy fizikai érzetünk is. Erre a fizikai érzetünkre a testünk memóriája emlékszik. Ez többnyire az a víz, ami benne van ugye a testünkben. Amikor megvágjuk a bőrünket, akkor gyakorlatilag nem csak a fizikai szinten nyitottuk meg a testet, hanem a lelket is, és akkor ott elkezdenek olyan folyamatok, tisztuló folyamatok megtörténni, amivel komoly személyiség. Úgy érted, hogy akkor is, ha elesünk, és felhorzsoljuk a térdünk, vagy kinyílik, vagy nem tudom? Én azt gondolom, hogy igen, bár ezt nem tudom így ilyen szakmaisággal megállapítani, hogyha teóriára gondolok, akkor én azt gondolom, hogy igen. Illetve ha hozzáteszem azt, hogy ezt egy szakrális, szertartásos környezetbe teszed, akkor végképp. De én azt gondolom, hogyha van egy véletlenszerű elesés, és felhorzsolod a térdedet, ott is elindul egy olyan tisztuló folyamat, ami a lelki szinten is jelen van, és nem csak a fizikai szinten történik meg. És ő mit jelent ez a nőknél, illetve... Igen. Szóval a nők igazából a második világháború óta táncolnak. Tehát, hogy előtte nem volt igazán jellemző semmilyen indián tradícióban. Ennek az az oka, hogy a nők nagyon erősek voltak a törzsi indiánok korábban igen, szóval az észak-amerikai indiánoknál nagyon erős nők voltak, a nőknek volt a feladata az, hogy felállítsák a sátrakat, a nők voltak azok, akik őrizték a tüzet, és az összes kelléket a tűzhöz ők készítették el, gondoskodtak a gyerekekről, és a második világháború után, ugye, ami történt, hogy rengeteg törzsi indiánt vittek el a háborúba felderítőnek. Tehát nagyon sok férfit veszítettek a benszülött nők, és szükségük volt még erősebbnek lenni, és ahhoz, hogy ezt az energiát, meg ezt a támogatást megkapják a spirit világtól, illetve ők tudjanak gyógyulni fizikai, lelki és spirituális szinten, kinyitották a nők számára a táncot, és egyes tradíciókban, ami igazából a legelterjedtebb, a nők, amit mi nem piercingelésnek hívjuk, hanem egy tollat, egy sastollat, a sastollra felfűzünk egy ilyen speciális kötéssel egy szérnát, és gyakorlatilag hát nem látszik. Szóval, uh-huh. hogy nekem ott volt ez a kis rózsaszín pont. A Bogi most mutatja éppen a vállát. Tehát, hogy ennyire nem látszik, ez egy hónapos... Egy kicsit piros. Igen, úgymond hónapos szúrás volt. Tehát a bőröm alá egy tűvel ezt a cérnát átfűzték, és akkor kétféle formája van. Vagy az van, hogy akkor, amikor átfűzték, még abban a tánckörben ki is szakítják, vagy pedig bent tartod a szertartás végéig, vagy akkor, amikor úgy érzed, hogy most már elengeded, és akkor ami azt jelenti, hogy most már elengeded, akkor szólni kell a szertartás vezetőnek, hogy a következő táncnál te szeretnéd, hogy kivegyék neked, kiszakítsák a tolladat. Lehet egy toll, két toll, három toll. Igazából többet még nem láttam, de ez a hölgynek vagy a nőnek az egyéni döntése, hogy hány tollat szeretne. Magának a toll berakásának és a kiszakításnak, illetve velem volt a toll péntektől vasárnap délutánig, ami azt jelentette, hogy nagyon oda kellett figyelnem, hogy fekszem, meg hogy mozgok, mert be tudott akadni. Uh-huh. A fájdalom az abszolút nem volt jelen. Akkor mit adott neked az, hogy ez benne volt, és aztán kiszakították? Hát ezt lehet, hogy majd egy hosszabb időintervallumban tudom elmondani, mert volt hozzá egy erős imám, amit szerettem volna, hogy megvalósuljon.
Ezt most nem fogom tudni még elmondani. Annyit ezzel kapcsolatban el tudok mondani, hogy útban van ez a történet, tehát, hogy már vannak jelek arra, hogy ez megvalósul, de még nem tudok konfirmálni semmit. De hogy akkor ez azt jelenti, hogy erre a naptáncra egy eléggé konkrét kéréssel vagy témával megy az ember el. Igen. Tehát nem úgy, hogy most szeretnék megtisztulni úgy általában, vagy nem érzem egészen jól magam, hanem van egy konkrét témája a legtöbb embernek. Igen. Vagy vágya, vagy kettő együtt, gondolom. Igen. Vannak olyan résztvevők, akiknek azért nincs ennyire tiszta imájuk, csak vonzódnak ahhoz, hogy ezen a szertartáson részt vegyenek. És nem szoktuk a táncosoknak az imáját, vagy a szándékát forszírozni, tehát, hogy amikor felkérjük a szertartás vezetőt, ez a fa nap estén szokott, vagy délutánján szokott megtörténni, hogy szertartásszerűen, mindent úgy csinálunk egyébként, szertartásszerűen felkérjük a szertartás vezetőt, hogy tartsa meg nekünk a szertartást, és ekkor van az, hogy mindenki, aki táncol, elmondja, hogy miért táncol. Viszont nincs az, hogy forszírozzuk, hogy miért nem mondasz többet, vagy ez nem megfelelő intenció, ez nem elég szándék. Tehát, hogy igazából már, ha az valakiben egy vonzalmat kelt, hogy az egészség, boldogság növekedésért imádkozzunk a gyerekeknek, a jövő nemzedékének és a még meg nem születetteknek. Ez nagyon fontos, hogy elhangozzon, mert igazából a naptáncunk ezért van, tehát, hogy mi azért imádkozunk közösség szinten, hogy olyan személyiségé váljunk saját magunk, akik olyan értékeket tudnak továbbadni a következő generációknak, amivel egy harmóniában, egy tudatosságban tudunk a természettel szimbiotikusan együtt élni. És hogy az összes szertartásunk arról szól, és a naptánc a legnagyobb ebben, hogy magunkat tisztítjuk, a családunkat tisztítjuk azért, hogy jobb emberekké váljunk, hogy jobb értékeket és szebb értékeket, vagy egyáltalán értékeket tudjunk átadni a következő generációknak, és tudjunk magunk mögött hagyni valami értékeset. És te hogy látod, hogy miért van az, ami nekem legalábbis teljesen szembetűnőnek tűnik, ahogy a bevezetőben is említettem, egyre többen vannak olyanok, akik borzasztóan vonzódnak ezek iránt a sámánisztikus kultúrák, sámáni tanítások iránt, a sámáni tradíciók iránt. Most így egybe említem őket, mert ugye én nem tudom szétszálazni, de nyilvánvaló, hogy ezerféle fajtája van ennek. De hogy mintha egy ilyen iszonyatos felfutása lenne ennek az igénynek, hogy ősi spirituális tanításokat találjanak meg emberek ilyen ősi formában, ugyanakkor én azt látom, hogy ilyen picking történik, tehát, hogy mindenki valamit így kivesz, és akkor ezt így megcsinálja, és akkor az így nagyon jó, és akkor megy egy másikra, és akkor azt is, és akkor te már voltál egy ilyen sámánnál, meg olyan szertartásom, meg amolyan beavatásom, meg akármin. Szóval, hogy egy ilyen nagyon furcsa fogyasztása történik ennek az egésznek, és egy nagyon erős érdeklődés is iránta ez. Hogy van? Ezt a folyamatot én is látom, vagy ezt a jelenséget én is látom, és hogy már használtam ezt az ezospiri kifejezést. Van is egy ilyen populáció, akiket annak tekinthetünk, és tényleg van egy úgymond tradícióhabzsolás, bizonyos hagyománykövetéssel, vagy éppen abszolút még hagyománykövetés sincsen benne. Én azt gondolom, hogy több dolog generálja ezt a folyamatot. Tehát egyrészt van egy természetes spirituális vonzalma az embereknek, akik elindulnak ezen az úton. Tehát, hogy van egy ilyen
keresem Istent, nagy szellemet, keresem önmagamat, keresem az élet legfontosabb kérdéseire a válaszokat, és nem találom a tudományban, nem találom a keresztény vallásban, nem találom a buddhizmusban, szóval, hogy... Ja, és hogy akkor ezek a csalódások kidobják a sámáni tradíciókat? Vagy annak a megpróbálását is? Én nem csalódásnak mondom, inkább útkeresésnek, ahol keresed a válaszokat, és fűzöd a szálakat egymás után. Tehát van egy ilyen vonal, akik válaszkeresők, és így kerülnek szertartásokhoz. Meg van egy olyan csoport, ami gyakorlatilag ez a válaszkeresőhöz kapcsolódik, akik Istent keresik, vagy a transzcendenssel való kapcsolódást. Van az önismereti vonalról érkező populáció. És hát én azt gondolom, hogy van az a része ennek a csoportnak, akik... Meg talán azért keresik ezeket az utakat, mert ettől érzik magukat különlegesnek. Tehát, hogy van egy ilyen nem tudom, ki vagyok, nem tudom, hogy mi a helyem az életben, de hogyha... Igen, tehát ezt például én is érzem, és ez egyébként még egy jóga oktatónál is most már lassan látom, hogy mint hogyha így fontos lenne, hogy az emberek egy részét el tudja mondani, hogy ő valóban egy sámántól tanult, meg hogy ő volt most egy jóga estében Indiában, vagy volt Dél-Amerikában, és ott eltöltött 5 napot, és hogy ő, szóval, hogy amit ugye nem vonok kétségbe, hogy egy adott utat, ha komolyan vesz az ember, akkor ezek fontos lépések, csak egy picit úgy tűnik, hogy ezek inkább ilyen odaszort, ilyen magok, hogy... Talán igen is, nem is. Tehát, hogy az szerintem nagyon fontos, hogy ha valamilyen tradíciót tanulunk, legalábbis én ezt tanultam meg a sok útkeresés során, hogy egyenesági leszármazott tanítói láncolatot, tehát, hogy abban a láncolatban kapjuk meg a tudást. De hogy én ezt abszolút nem akarom kétségbe vonni, hogy ez fontos, persze, az idegesítő, amikor ez ilyen menőzés igazából, tehát, hogy... Igen. Tehát nekünk például, amikor elkezdtem az első tanítás, amikor az Izasztó Kunyhót elkezdtük tanulni, az első momentum, amit Tobiász és a Jánz átadott nekünk, az az, hogy felejtsük el, hogy mi Izasztó Kunyhó vezetők vagyunk. Tehát, hogy én nem Izasztó Kunyhó vezető vagyok, csak borzasztó hülyén hangzik magyarul, hogy izzasztó kunyhó segítő, de angolul a megnevezésem a Sweat Lodge Helper, ami azt jelenti, hogy én szolgálok. Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy a közösséghez képest, ami az én feladatom ott abban a szertartásban, az, hogy szolgáljam őket. Tehát, hogy egy teljesen más szemléletben, és talán azért is követtem Tobiászt és Jenszt ezen az úton, mert ők rendelkeznek azzal az alázattal, ami számomra nagyon-nagyon fontos volt. Tehát, hogy a mi közösségünk nem hierarchikus. Tehát, hogy nálunk nincs az, hogy jó, oké, Tobiász már nem a 20-es éveiben van, nem is nagyon idős elder, 60-as éveiben jár éppen, és akkor nagyon minimális támogatást ő kap, de mondjuk, ha arról van szó, hogy fát kell vágni, hogy a szertartást kell előkészíteni, hogy a köveket kell lerakni a körben, és nincs elég ember, akkor ő is jön és csinálja az összes munkát. A Jens, aki a magyarországi naptáncvezetőnk, az úgynevezett testvére, fiatalabb testvére a Tobiásznak, a Tobiász a mi klánunknak kvázi a vezetője, és akkor ő már átadta a naptánc oltárát, ami mi oltárnak hívjuk a szertartásnak a struktúráját, tehát már a naptáncvezető a Jens, 10 éve körülbelül, és
A Jánc ő látástól Mikulásig dolgozik. Tehát, hogy nincs ez a kultusz a szertartásvezető körül egyáltalán a mi körünkben, hanem funkcionális vezetés van, amikor valakinek mutatnia kell, hogy már az irány, meg aki, tehát amikor a szertartást vezeti, akkor ő tartja a teret, de hogyha vége van a szertartásnak, akkor pucolja a krumplit, vagy takarítja éppen a területet, amin vagyunk. Ha nincs más ember, természetesen, ha van más ember, akkor nem ő fogja csinálni, mert ő már dolgozott rengeteget, és megérdemli azt, hogy pihenjen, tehát, hogy csak logikailag is hogyan osztjuk el a különböző feladatokat, de hogy nincs ilyen hierarchia, meg kultusz, meg vezetőimádat, meg hajlongás, tehát, hogy full tisztelet van, teljes tisztelet van, de egy nagyon összetört, tehát egy kvázi egy nem hierarchián alapuló család működése, ami érdekes, mert hogy a mi kultúránkban, a magyar, meg európai kultúrában korábban nem kell nagyon messzire menni, tehát ha 100 évet visszamegyünk, akkor a gyerekek kaptak utoljára enni, a férfiak ültek az asztalnál, az asszonyok álltak az asztal mellett. De a lakotáknál nem volt ilyen? Nem. Nem. Tehát, hogy az a fajta hierarchikus szemlélet, ami nálunk itt megjelenik, az ott nem volt jelen. Tehát sokkal inkább egymást támogató, funkcionális vezetésen alapuló rendszerben éltek, és még élnek ma is. Nekik mi lett a sorsuk egyébként? Hát nagyon lecsökkentek. Most valami miatt 1 millió és 5 millió között gondolkodom, tehát hogy pontos létszámot nem tudok, elnézést. És ebből talán, ha jól tudom, 5000-en beszélik a lakota nyelvet, szóval nagyon nehéz a sorsuk jelenleg, nagyon sok kihívással rendelkeznek, értem ez alatt, hogy munkanélküliség, különböző szerfogyasztások, abúzusa és egyebek, ami eléggé ellentétes tud lenni, hogy itt vannak ezek a csodálatos szertartások, amik elképesztő gyógyító és transformatív erővel rendelkeznek, és mégis nagyon nagy nehézségekkel küzdenek a lakoták jelenleg. Nekem egyébként ez pont nem tűnik annyira különlegesnek. Hát, hát az észak-amerikai indiánok sorsa azért ez eléggé hát bonyolult is, megnyomasztó, tehát hogy az, hogy beleértek ebbe a nyugati típusú társadalomba, és ebben kell boldogulniuk, ez nyilván viszontosan nehéz. Szóval, hogy nem tudom, ezt pont nem érzem értelmezhetetlennek, hiszen egy másik világ az, amiben ők most vannak. Igen, és ugye maga a rezervátumi élet az egy teljesen ellentétes állapot az ő eredeti megszokott életükhöz képest, hiszen ők egy vándornép voltak, tehát mentek a bölény után, nekik minden, az életük minden része a bölényről szólt, abból volt ruhájuk, abból volt a sátruk, abból voltak az izzasztókunyhók, addig, ameddig az európaiak nem hozták át a kerámiát, a cserepet, és lettek nekik edénykéik, addig az edénykéik is kvázi a bölény bőréből készült, szóval, és talán ami szép, és ezt itt megemlíteném, ami nem hangzott el, hogy van egy legenda, tehát a naptáncnak az egyik, a fán kívül van még egy fő szertartás kelléke, ami mindenhol megjelenik, tehát az összes törzsi kultúrában, ahol naptánc van, a csanupa. A csanupa a szent pipa. És a szent pipának van egy, ennek van egy legendája, ami a fehér bölény asszonyhoz kapcsolódik, ami, aki átadta kvázi a csanupát, és a 7 szertartást, aminek az egyike a naptánc, mind a 7 szertartást a csanupával végezzük, és ez a 7 szertartás azért lett átadva az őslakosoknak,
hogy tanuljanak meg békében élni egymással, mert hogy ők is harcoltak egymással, illetve hogy tudjanak újra visszakapcsolódni a spirit világhoz. Mert hogy valaha a elméletben, meg talán gyakorlatban is, ez inkább hit kérdése, de hogy volt olyan korszaka az emberiségnek, hogy semmire nem volt szükségünk ahhoz, hogy a spirit világgal kommunikáljunk, sem szertartásra, sem szertartás eszközökre. De hogy ez egy ilyen édeni állapotnak van elképzelve gyakorlatilag, igen, mint a paradicsom a Bibliában, vagy valami ilyesmi? Hasonló, igen. És hogy ezt az állapotot egy picit visszahozzuk, és tudjunk kapcsolódni a spirit világgal, mert ha a spirit világgal kapcsolatban vagyunk, Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor gyakorlatilag az életünk minősége az exponenciálisan változik meg. Tehát a boldogság, vagy a nem vagy egyedül, tehát hogy az egységérzésnek, tehát a szeparáció érzése, ami nagyon sokunknak okoz akár mindennapos, vagy átmeneti szenvedést, az szűnik meg, vagy az szűnhet meg, és ez a folyamatos kapcsolatban tud létrejönni helyette, és a csanupa, illetve a szent pipa, meg ezek a szertartások segítenek minket abban, hogy ez a kapcsolat ez minél tisztább legyen, minél intenzívebb legyen, minél könnyebben megnyitható legyen számunkra. De hogy akkor ez valamiféle válasz arra a kérdésre, hogy miért érzik úgy az emberek, hogy szükségük van erre a fajta ezekre a szertartásokra, vagy ezekhez visszanyúlni? Igen, ez az egyik. Vannak ilyen teljesen triviális hatásai, hogy elég sokan, akik mondjuk alkohol problémával rendelkeznek, jönnek szertartásra, izasztókunyhóra, és természetesen ezeket nem intoxikált állapotba végezzük, tehát hogy nem fogyasztunk semmilyen egyéb tudatmódosítót vagy alkoholt, se szertartás előtt, se szertartás után, és segít mondjuk alkohol problémával, elakadásokkal, ugye a kunyhó az egy nagyon erős regresszív teret tud kialakítani, ami születés vagy intrauterin, tehát magzati létben történő traumáknak az oldására, annak a felszínre hozására alkalmas, félelmek leküzdésére, klausztrofóbia leküzdésére, sötétségtől való félelemre. Tehát magának a kunyhónak van egy nagyon intenzív gyógyító hatása, és igen, aki viszont mélyebb kapcsolatot szeretne, és esetleg, tehát például a depressziós állapot, az egy olyan állapot, ha valaki éppen depressziós, vagy nagyon szorong, beülsz egy kunyhóba, és már nem tudod, miért voltál depressziós, vagy miért szorongtál, mert ugye van egy fizikai hatása, olyan meleg van, hogy nem tudsz másra gondolni. És nem csak a meleg, hanem az, hogy amilyen energiákat mi ott megmozgatunk, behívunk, amik támogatnak minket, azok nagyon erőteljesek, és tudnak segíteni abban, hogy... És az nem lehet, hogy valaki ebben besokkal? Tehát, hogy például elmegy egy izasztókunyhóba, vagy egy naptáncra, de mondjuk csak egy izasztókunyhónál maradva, és mondjuk feljönnek olyan dolgok, amik egy hirtelenjében nem tud mit kezdeni, tehát, hogy mondjuk magzati korban való sérülések... Ez nem fordulhat elő? Igazából integrálódik az élmény. Tehát, hogyha meg valakinek van szüksége még támogatásra, akkor ott vagyunk. Tehát, hogy de nem nagyon fordult még ilyen elő, hogy olyan élmény jött volna föl, ami nem oldódott meg a kunyhóban. És ez hogy oldódik meg egyébként? Mindenkinek az egyéni útja, tehát ezt hogy, nem lehet egy ilyen sablonszerű választ adni erre. Inkább azt tudom mondani, hogy ahogy mi ezeket látjuk, meg érezzük, hogy minden egyes kunyhó előtt van egy megosztó körünk, ahol mindenki elmondja, hogy miért van ott, és utána elmondja az élményét, hogy mi történt vele, és hova érkezett el.
És akkor elmondják az egyéni utakat, hogy hogyan jött rá a problémára, hogyan tudta elengedni. Van, amikor sírsz, van, aki esetleg üvölt, bár azért ez kevesebb. Van, aki attól a boldogságtól, hogy kibírta addig a pontig. Tehát, hogy ugye ezért a fizikai határainkat feszegetjük a kunyhon belül, és annak az élménye, hogy képes voltam rá, tehát, hogy kivártam, hogy együtt csináltuk, hogy erőt kaptam az énektől, hogy erőt kaptam attól, hogy énekelhettem az anyaföldnek a tapintása, mert ugye a földön ülünk, tehát, hogy persze be lehet vinni matracot, vagy jógamatracot, vagy törölközőt, és lehet azon is ülni. Van, amikor javasoljuk is, amikor télen nagyon hideg van, hogy ne fázzunk föl, de amikor a kunyhóban nagyon meleg van, akkor aki támogat és segíteni tud, az az anyaföld. Tehát, hogy konkrétan a földre fekszel le, a homlokodat rárakod a földre, és ilyen ez a jógamudra, vagy a baby póz. Csecsemő póz, igen. És ugye a föld az lélegzik, onnan plusz levegőt kapsz, és földel, és mondjuk ez segít abban át, hogy valamit leküzdjél, ami... Ez többnyire ugye önbizalomhiány, félelmek, kisebbségi komplexus, fájdalom, mármint nem fizikai, hanem lelki, valakinek az elvesztése, szerelmi bánat. Tehát, hogy bármilyen olyan lelki nehézség, amivel az ember küzd, ugye visszahoz a jelenbe, összekapcsol a földdel, földel téged, tehát ezek mindenképp a gyógyító hatásai. És nekem van egy plusz teóriám, ami így még nincsen megalapozva, vagy semmi tudományos háttere nincs, ez egy intuíció, hogy egyik kunyhó után jött, hogy mondjuk, hogy ez egy újjászületési lehetőség. És ugye azért is egy újjászületési lehetőség, mert amikor elindítjuk a szertartást, amikor lecsukjuk a kunyhónak az ajtaját, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen sátor, igló sátorszerű hely, amit mi ágakból, mogyoró vagy fűszva ágakból készítünk, azokat takaróval, ezt az igló szerkezetet takaróval fedjük le, ami 3, 4 vagy 5 rétegben lényeg az, hogy legyen szigetelés, fény és hőszigetelése, és izzókövek vannak ugye a kunyhó közepén. Amit, ha becsukjuk az ajtót, akkor semmi más nem látsz, sötétség van és izzókövek, szóval egy pillanatra azt a szimbolikát teremtjük meg, ami a teremtés első mozzanata volt a fekete lyukból, az ősrobbanás során megszülettek az izzókövek. És ugye ez volt az élet első. Ez a teremtés első mozzanata. Bocsánat, a Bibliára gondoltam, amikor az Úristen azt mondta. Nem, ez a tudományos, jó, okay. Tudományos vonalon. Tehát gyakorlatilag a teremtés első pillanatához megyünk vissza. Abban a szimbolikában, hogy a kövek a férfinak a magjai, amit megmelegítettünk a tűzben, ami a tűz, ez kvázi az a transmutáció, ami a szerelem, tehát a férfi és a nő közötti szerelemből a gyermek megérkezése, és akkor ugye a köveket bevisszük szépen a kunyhóba, a kunyhó közepén van egy lyuk, amiben belerakjuk, kvázi az a petesejt, és akkor azáltal, hogy belerakjuk a köveket, megtermékenyítjük a petesejtet az anya méhben, a kunyhóban, amiben ülünk, és akkor onnan 4 kézláb újjászületve térünk vissza. Tehát van egy ilyen szimbolika, és ez azért nagyon szép egyébként, és itt az izzasztó kunyhónál azért kiemelném, hogy ami nagyon érdekes, és mondom, így érzem a libabőrt, hogy ez egy nagyon univerzális szertartás, ami Dél-Amerikától egészen Szibériáig jelen van, és jelen volt. Minimum 10 000 évvel ezelőtt kezdődött, de vannak olyan
vitatott, de még kutatott információk is, hogy esetleg lehet, hogy 30 ezer éves de hogy erre vannak szertartás. Ásatások, vagy vannak? Igen. Tudom, és bizonyítékok, hogy 10 ezer éve ez a 10 ezer az tuti biztos. Igen, igen, igen. A 30 ezer az, ami inkább kérdés. Tehát, hogy... Szóval visszatérve, tehát, hogy a kunyhónak ez az újjászületés, megtisztulás, anyamék szimbolikája, ez mindenhol megjelenik. Tehát, hogy ez nem a lakotáké, nem a mexikóiaké, a temaszkállal, ami nagyon híres, ami kunyónkat inipinek hívják egyébként, ami azt jelenti, hogy life within angolul, tehát, hogy élet van benne magyarul, hanem ez egy nagyon univerzális szertartás volt, és elméletileg Magyarországon is, a mi őseinknek is a szertartása volt. És ezt honnan tudjuk? Ez jó kérdés, hogy honnan tudjuk, mert itt nincsen egyenesági tanítás, és Solyomfi Nagy Zoltán nevéhez sok ilyen jellegű kutatás kapcsolódik. Azt hiszem, hogy vagy kultúrantropológus, vagy... Kultúrantropológusnak mondja magát, én megnéztem a honlapját. Aha, akkor... Igen, szóval, hogy ő a Csergáról, Csergának hívják a magyar ízasztó kunyhót, elég sok információval rendelkezik, és olyan tanítóktól tanult Magyarországon, akiknek lehetett még adott esetben információja erről, de inkább ilyen csatornázás, álmok és hasonló alapon, bár nem szeretnék olyat mondani, talán Zoltán tudna erről leginkább mélységeiben és relevanciájában beszélni. De a lényeg az, hogy van ez az újjászületés momentum, és univerzális, és hogy mindenhol anyamék, a kunyhó, minden törzset, ha nézzünk. És akkor ami az én teóriám, az pedig az, hogy ugye említettem már, hogy a testnek van memóriája, meg a testünk 70 plusz százaléka víz, és amikor beülünk a kunyhóba, vizet vesztünk. És vizet iszunk egyébként. Az, hogy mikor, meg hogyan, az megint tradíciótól függ, mi esetünkben már az első kör után. Egy kör egyébként azt jelenti, hogy bemegyünk a kunyhóba, bejöttek a kövek, lecsukjuk az ajtót, énekelünk, imádkozunk, kinyitjuk az ajtót, ez minősül egy körnek. A mi tradíciónkban már az első kör után is lehet inni, van, amikor minden körben iszunk, vizet van, amikor csak a másodikban, ez szépen, hogy a szertartás vezető hogyan érzi. Viszont az újjászületés számomra itt történik meg, tehát, hogy kiizzadom a testemnek azt a részét, amit az én felsőbb lényem, tudatosságom tud, hogy már elengedhető, tehát már nincs szükségem rá. És ahelyett ugye egy új vizet kapok, ami kvázi ugye bent volt a kunyhóba, tehát megérintették a spiritek, vagy van egy ilyen kis szertartásos energetizálása. És hát egy része a testemben lévő víznek kicserélődik. Tehát, hogy azért hiszek ebben az újjászületésben, mert én úgy érzem, hogy ez nem csak spirituális vagy lelki szinten történik meg, hanem kvázi ezt a fizikai síkon is akkor izasztó kunyhóba mehet az ember teljesen nyugodtan naptánc nélkül. Tehát, hogy természetesen. Annyi a kapcsolat a kettő között, azon túl, hogy rengeteg kunyhónk van a naptánc alatt, hogy ha valakiben megszületik a vágy, hogy táncoljon, vagy netán elmegy támogatni egy naptáncos szertartást, és a szertartás végén megszületik benne, hogy ő jövőre táncolni szeretne, akkor minden újholdkor, ahhoz, hogy mi naptáncoljunk a felkészülés részeként, szóval 12 hónapon keresztül minden újholdkor mi végzünk egy dedikált naptáncos újholdas kunyhót, és van, de oda bárki jöhet, tehát, hogy nem kell naptáncosnak lennie, simán csak jöhetsz egy olyan intencióval, hogy szeretnél izasztó kunyhozni, viszont hogyha táncos vagy táncos szeretnél lenni, akkor ezt már egy más aspektusból közelíted meg. Ki az, akinek
jó szívvel ajánlod az ízasztó kunyhót, és ki az, aki van olyan, akinek biztosan nem? Akiknek nem, ha valakinek komolyabb szív- és érrendszeri betegsége van, nagyon magas vérnyomás, esetlegesen pacemakere van, azt gondolom, hogy ezek azok a fizikális hatások, illetve nagyon szélsőséges mentális állapotoknál. Pszichózis vagy ilyesmi? Inkább már igen, tehát hogy ezek diagnosztizált klinikai skizofrénia és hasonló állapotok. Ha valakinek egy borderline személyiség zavara van, a kunyhó az egy kiváló hely, hogy töltődjön, és hogy gyógyuljon. Tehát például az már nem kizárók. Nyíltsebb, az is kizáró ok, illetve én azt gondolom, hogy a terhességnek is lehet olyan szakasza, amikor nem ajánlatos a kunyhó, de azért egy terhes nőtől, illetve a kunyhótól is függ, vagy a várandós hölgytől. Szóval meg az sem mindegy, hogy ez egy női kunyhó, kizárólag nők vannak benne, vagy adott esetben egy vegyes kunyhó. Azért ezt tudni kell, hogy a szertartás vezetőnek, aki vezeti, kellene, hogy legyen egy olyan hozzáállása, hogy együtt indultunk és együtt érkezünk. És akik hozzám szeretnének a kunyhóba bejönni, vagy hozzánk a kunyhóba bejönni, azokért felelősséggel tartozunk. És nem az a lényeg, hogy itt erőt fitogtassunk, hogy milyen iszonyú meleg kunyhót tudunk végezni, és mindenkit nagyon-nagyon megszenvedtetni, hanem hogy ott van egy várandós nő mondjuk a 6. hónapban, aki szeretne velünk beülni, tisztulni, kunyhozni, akkor úgy kell azt a kunyhót végezni, hogy ő is végig tudja velünk csinálni adott esetben. Vagy hogyha egy gyerekbe szeretne ülni, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ő is részt tudjon venni ebben a kunyhóban, hiszen a kunyhónak is az egészség, boldogság, növekedés, a gyerekekért, a jövő generációjáért és a meg nem születettekért a célja. Hát, hogy például most tudom, hogy nem szauna egy kunyhó, de a szaunát eleve 14 év alatt tiltják is a gyerekeknek. Ez szerintem ilyen nézőpont kérdése. Én 3 éves koromtól szaunázok, valahogy az apukám engem becsempészett, és Finnországban ez meg az északi területeken ez abszolút családi történet, szóval, hogy ott nincsenek ilyen korhatárok. Ha kunyhót nézünk, szintén nincsenek korhatárok. A lakóták esetében az történik, hogy vannak kunyhóvezető gyerekek, és ők csinálják a gyerekeknek a kunyhót. Szóval, hogy 12-13 éves gyerekek már olyan szinten tudnak, olyan szinten ismerik a dalokat, a szertartásnak a részleteit, hogy ők tartanak gyerekeknek kunyhót. Tehát, hogy nincs valós fiziológiai negatív hatása. És akkor egyébként meg bárki mehet? A felsoroltakon kívül azt hiszem, hogy igen. Még ami kizárók, hogyha valamilyen intoxikált állapotban van az illető. Bár ez is egy lehetnek kivételek, tehát, hogy a tanítónk nekünk azt mondta, hogyha valaki ott áll a törölközőjével és a sortjában, vagy a megfelelő női kunyhó ruhájában sorakozik a kunyhó előtt, és intoxikált állapotban van, és mondjuk elmondtuk neki, hogy ez nem a megfelelő hozzáállás, viszont nagyon szeretne bejönni, akkor az első alkalommal egy ilyen szituációban adjunk neki lehetőséget, ne zárjuk ki, ne üldözzük el, ne alázzuk meg azzal, hogy ő nem elég jó azért, mert nem tartotta be a szabályokat, vagy éppen egy függőséggel küzd, amit nem tud megoldani.
adjunk neki lehetőséget arra, hogy gyógyuljon. És hogyha második alkalommal is így jelenik meg egy szertartásra, akkor viszont mondjuk meg neki, hogy ezt nem lehet ilyen körülmények között és ilyen hozzáállással. De elsőre adjuk meg a lehetőséget a gyógyulásra bárkinek, aki odajön, és nem az ő állapotát veszélyezteti, hogy beül a kunyhóba. Mindenki kap esélyt. Jézusztó kunyhóban. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Bogi, a beszélgetést. Lejárt az időnk. Nagyon szívesen. És nagyon izgalmas volt a naptánc és az izzasztó kunyhó témája. A hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, és várjuk Önöket a következő vasárnapon is. Viszont hallásra. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, Spotify-on, metró, villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.